A bértárgyalásokat már tavaly elkezdték a Tőkebusznál a kollektív szerződés szerint, mondja a cégnél működő független demokratikus szakszervezet elnöke. Ez az érdekképviselet az, amelyikkel meg kell állapodnia a munkáltatónak. Hofecker Ferenc azt mondja, arra törekednek, hogy a minimum órabér elérje legalább a szakmunkás minimál órabérét. Ez 1495 forint kezdő órabért jelentene. A mi elképzeléseink szerint szeretnénk egy úgynevezett teljesítmény alapon működő rendszert is bevezetni, hogy azok a dolgozók, akik tisztességgel, becsülettel végzik a munkájukat, és sokkal többet tesznek a városért, a közösségi közlekedésért, azok többet is tudjanak hazavinni. Azt még nem tudják, ez mekkora fizetést jelent majd. Az elnök azt mondja, infláció közeli vagy a fölötti emelést akarnak elérni a dolgozók részére. Így tiltakoztak még hétfőn a Tőke buszvezetői, mert a cég vezérigazgatója egy interjúban bunkóknak és primitíveknek nevezte a sofőröket és a jegyellenőröket. A szakszervezeti vezető azt mondja, a vezérigazgató ellátogatott a buszállomásokra és személyesen kért bocsánatot a dolgozóktól. Azonban itt nem zárul le az ügy. A Városháza a tulajdonos elmondása szerint vizsgálatot kezdeményeznek. Jó magam beszéltem a polgármester úrral és az egyik alpolgármester úrral, és akik elmondták, hogy a vizsgálat vége fogja majd eldönteni, hogy marad a vezérigazgató úr vagy sem. Azt tudom, és ezt elmondta nekünk és a többieknek is, hogy beadta a lemondását. Hofecker Ferenc azt mondja, nem voltak szerencsések ezek a mondatok egy vezérigazgatótól. Most mindenki levonta a következtetéseket a történtek után. Az önkormányzat pedig eldönti, kinek a vezetésével működtetik tovább a közösségi közlekedés bonyolító pécsi céget, a dolgozók pedig folytatják munkájukat.